Elmondom, hogy a Shimano Wet Loop-ot 125 kilométert már mentem vele, mondjuk úgy, hogy 100 után letöröltem egy rongyal, ugye tiszta, porcáraz lánc, 1000 kilométeres, aztán felcsöpögte, és akkor mentem vele 100 kilométert. Na akkor bekapott egy levelet, nem volt 11-es, de csak kivettem a levelet egy csavarhúzóval, letöröltem egy rongyal, újra csöpögtettem, nem volt lemosás, és mentem vele még 25-öt, meg ma 25-öt, szóval mai nap végén lesz 150-ben, tisztítás nélkül, és ilyen. Na jó, egy rongyal le lesz törölve megint, hát ha marad pár másodpercen erre, hajtsuk meg. Hello, hello! Shimano Wet Loop és 150 km, ugye adott volt a 900 km futott lánc, az ki lett mosva, porszárazra leszállítva, és utána fel lett csöpögtetve, ugye szemenként egy csepp. Tekertem vele 100 km-t, és akkor egy ilyen rongyot megfogtam, mint most. Mutatom, körülbelül ugyanígy nézett ki. Így, nem tudom, hogy mennyi látszik. Talán mindig belefér, szóval így megfog. És ennyit csináltam vele. És utána, csak most leesett a lánc. Aztán tessem bele. Ettől féltem. Na, így sikerült a múltkor is elcseszni egy láncot. Szóval utána végig csöpögtettem egyszer, és mentem vele 50 km. És azután most így néz ki, szóval ebben 150 km van. Én most ezt megint csak letörölgetem és átcsöpögtetem, és megyek vele tovább, de van, aki ezzel így menne minden kezelés nélkül, annak nem esett volna így le a lánc, de én valahogy amikor olyan fekete retkes, akkor mindenhol leszoktam törölgetni, például ott is, majd ugye a régióba vált módszerrel. Ezt megmutatom a metodikát, hát ugye így, csak most nem forog el, ha elengedi forogni, akkor meg lehet oldani. Csak iratkozzatok, hogy nem maradjatok a semmiről.